Ma ivóvízünkről lesz szó. Ivóvíz, emberi jog vagy árucikk? A víz életet jelent, igen, ez emberi jogunk. Az Európai Bizottság véleménye viszont az, hogy ezen változtatni kell. Ez azonban drasztikus következményekkel fog járni. Brüsszel legelőször is Portugáliától és Görögországtól követeli, hogy adják el saját vízükkel kapcsolatos jogaikat, valamint hogy privatizálják azt. Ez lenne az első lépés afelé, hogy ezt követően aztán egész Európában megnyíljon a piac a vízellátás privatizálása felé. Vízzel nyerészkedni? A lakosság 82%-a ellené van, mivel tudják, hogy ebből elkerülhetetlenül az következik, hogy az árak, akár a jelenlegiek 400%-ára is emelkedhetnek, és a víz minősége is romolhat. Ivóvíz emberi jog, vagy pedig árucikk, amivel nyereskedni lehet? Brüsszel a nép akarató ellenére a vízzel való milliárdos üzletelés mellett döntött. Köszönjük figyelmünket legközelebb, és tartsanak velünk a viszontlátásra!